Lakástűzben életét vesztette egy idős férfi vasárnap délelőtt Zalakaroson. Kósi Zsolt, a megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, a tűz egy 20 négyzetméteres hálószobában keletkezett, ahol a hősugárzó, a heverő és a függöny is égett. Ahogy arról pénteki adásunkban mi is beszámoltunk, a szakemberek szerint a lakástüzek 99%-ban emberi tevékenységre vezethetők vissza. Múlt héten Hévízen történt szintén halálos kimenetelű lakástűz. Zalakaros egyik fő utcai családi házának idős lakója nem adott életjelet magáról, az ingatlan ajtaja kulcsra volt zárva, bentről pedig folyamatosan jelzést adott egy szénmonoxid érzékelő készülék, ezért riasztotta a katasztrófa védelem szakembereit egy helyi lakos, tájékoztatott az esetről Kósi Zsolt. A település tűzoltói az előszobában találtak rá az eszméletlen férfire, aki valószínűleg próbált kimenekülni az égő épületből. 6 zalakarosi tűzoltó egy járművel perceken belül a helyszínre érkezett, akik a 120 négyzetméteres ingatlannal egybeépített, mintegy 80 négyzetméteres melléképületben egy korábbi tűz nyomait észlelték. Ezt úgy látták meg a tűzoltók, hogy gyakorlatilag az ablakok is erősen kormozódtak. Ugye ezután a raj kinyitotta a melléképület ajtaját, és az előszobában egy eszméletlen ember talált, akit átadtak a mentősöknek. Ugye a tűz egy 20 négyzetméteres hálószobaként funkcionáló helyiségben keletkezett, ahol hősugárzó, heverő, ülőgarnitúra és függönyök égtek. Az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűz pontos keletkezési idejét, helyét és okát vizsgálja.